Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunk újabb adását látják. Egy héttel ezelőtt vitáztunk és veszekedtünk, na ennyire vérmesen nem kell venni. A témánk volt vita és veszekedés szakértőinkkel, akiket most is nagy szeretettel köszöntök. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Köszöntelek Csilla, és köszöntelek benneteket is. Pap Csilla mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénis szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Veszekedtetek, vagy vitáztatok az elmúlt héten esetleg? Igen, nekem az unokám meg is mondta, pedig de. Én nem veszekedtem, mindig igazam van. Tehát, hogy... Csilla pedig hallgat erről. Én vitatkozom, de egyébként ugye mediátorként, párkapcsolat mediátorként hozzám nagyon sokan járnak, és nagyon sok pár keres meg konfliktusokkal. Tehát ha nem is én vitatkozom, vagy nem is én veszekszem, viszont vezetem az övékét, mert hogy azt is meg kell tanulniuk, hogy hogyan ne, vagy hogyan igen, vagy egyáltalán mennyire. Úgyhogy benne vagyok a vitában nyakig. Nagyon örültem neki, hogy megbeszélhettük azt is, hogy mi a különbség a vita és a veszekedés között, mert tulajdonképpen hatalmas nagy különbség van. Az eredményét nézve is, már az eredmény még igazából nem jutottunk el, viszont azt is tudjuk, hogy a vitából könnyen lehet veszekedés. Na ez az, amit el kell kerülni. Sokféle dolgot mondtatok, hogy hogy kell vitázni. Én az egyik legfontosabbnak tartom, hogy ne egy hirtelen jött dologból, egy hirtelen jött nézeteltérés azonnali tisztázása könnyebben lehet az én felfogásomban veszekedés. Mint hogyha azt mondom, hogy most nyugodt leszek, és később megkérem, hogy üljünk le. Hát ez ilyen tudatos lenne. Igen, tehát amikor az élet sodródik, és úgy történnek az események, és így szembe jönnek a szituációk, akkor éppen az aktuális általános habitusodtól fog függeni, hogy erre hogyan fogsz reagálni. Ha reggel időbe keltél, minden rendben volt, jó sikerültek a dolgok, kávézni is volt időd, kollega se rugott beléd, más bajod se volt, akkor a kedves férjed délután, egy sikeres nap után lehet, hogy nem fogja a késhegyre menően kiélezni a vitát veled, mert nem tudja. Mert te egy annyira jó állapotban vagy, hogy kedélyesen, vidáman, kicsi humorral, kicsit bölcsességgel szépen el tudod ezt az egészet úgy vinni egy olyan irányba, hogy megmaradjon a békesség és a nyugodtság. Még ha nem ilyen napod volt és hazamész, hát akkor más lesz a kimenetele a dolognak. Tehát a leginkább arra kellene nekünk figyelnünk, hogy amikor ízik a parázs, akkor tudjuk azt mondani, hogy most nem vagyok vitaképes állapotban. Kérek időt. Asszertív jogod bárhol, bármikor időt kérni, életveszély kivételével. Tehát gyakorlatilag bármelyik pillanatban mondhatod azt, hogy bocs, nem vagyok arra alkalmas állapotban, tegyük ezt el holnapra, tegnapra, holnap utára, akármikorra. És akkor meg lehet ezt beszélni, hogy most én érzelmileg túlfűtött vagyok, ez nem működik. Viszont kutya kötelességet betartani. Tehát, hogyha én időt kértem, akkor ennek az időnek a lejártával viszont bele kell állni. Ez jó, végig tudom gondolni én is, ő is. Lehet, hogy revidiálja az éppen aktuális álláspontját. Fel tudok készülni én is, ő is. És lehet, hogy az idő magától megoldja, és már nem is kell róla beszélni, és akkor már kioldódik az egész egy nevetésbe. És ha már itt az asszertív szó előkerült, ugye manapság divatos az asszertív kommunikáció, kifejezést használni, és az volt egy kérdés, hogy hogyan ne kezdjünk bele egy vitába. Egyszer egy képzésen jött ez így elő, hogy mekkora különbség van a között, hogy asszertív mondom, vagyis hogy magamról, az én érzelmeimről beszélve kommunikálok, vitatkozom adott esetben a másik, hogy mi van bennem, hogy érzem magam. Az a típusú vitatkozás vagy sor, ami aztán nagyon könnyen átmegy veszekedésbe, amikor elkezdek a másikra mutogatni és a másikat hibáztatni. És akkor ez nagyon tetszett, hogy az előadó az úgy mutatta be nekem, hogy amikor ez megy, akkor ez olyan, hogy ez a szúrok, és akkor te meg azt mondtad, és akkor te azt csináltad, és akkor te meg azt, és azt mondta, hogy erre egy dolgot tud csinálni a másik fél, fölveszi a pajzsot, és utána visszaszúr. És ebben egy nagyon jó kis ilyen csörte lesz. Igen. Tehát ez ahogyan ne vitatkozzak, akkor ne kezdjem el szúrni, mert akkor átmegyünk ilyen középkori viadalba, amiből vagy egy vesztes, és egy általában középkori viadalok azok úgy működtek, hogy valaki ott maradt a földön, és ez a szúrkodás. Igen, és ez a szúrkodás, ez nagyon ez a győztes-vesztes pozíció, ami meg
meg soha nem vezet elő. Még akkor is, hogyha vége van adott esetben a párbajnak, de azért akkor is ott maradnak a sebek a másikba, ami meg aztán kérdés, hogy ő mennyire felnőtt, mennyire egészséges, hogyan tud meggyógyulni, vagy meggyógyítani magát mondjuk ezekből a sebekből. Ami adott esetben, ha elmérged, az egy újabb vitaforrás tud lenni, mert akkor azt őrzi magában is. Ez egy jó kis magyar szó, hogy mérges vagyok. Igen. Méreg. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát megint, hogy mi a különbség a vita és a veszekedés között. Az egészen biztos, hogy a veszekedésben nincsen győztes két darab. Így van, egy valaki is érezheti azt, hogy győztes, de igazándiból ő is vesztes, és a másik is vesztes. Viszont ha vitázunk, és a vitában észérvek mentén meg tudjuk egymást győzni, és akár nézőpontot tudunk váltani, akár el tudunk jutni egy olyan konszenzusig, egy olyan megállapodásig, ahol mind a ketten győztesnek érezzük magunkat, na az rendjén való, és erre nagyon nagy szükségünk is van. Hát egyébként az asszertív kommunikációnak az egyik lényege az, ugye, hogy nyertes-nyertes pozíció legyen angolosan, ugye ez a win-win helyzet biztos sokan ismerik, vagy sokan hallottak róla, ugye ez lenne a célja, és ezért is önérvényesítő kommunikáció, hogy én is, ő is, vagy ő is, én is el tudjuk mondani, hogy mit szeretnénk, és meghallgatjuk egymást. Két dolog fut az agyamban. Az egyik, amit említettél, hogy kérek időt, akkor van gáz, hogyha a másiknak is nehéz napja volt, és az időkérés is már vitába megy át. Sajnos van egy ilyen probléma. A másik pedig az önérzet. Hogy van az a helyzet, amikor az ember tudja, az egyik fél, a vitázó fél egyik tudja, hogy már nincs is igaza. De csak azért, hogy mert az önérzet, mert hogy nekem legyen igaza, folytatja a veszekedést, ami azért... Ez a viszi a lendület. Igen. Tehát amikor állapotban van, ahogy szoktam mondani, nálunk van egy ilyen mondás, nem látod, hogy állapotban vagyok? És ez azt jelenti, hogy ha ő állapotban van, hogy akkor én most nem állapotos. Átralépek, és megvárom, még ez elmúlik. Persze az ember idővel, hogyha kellő gyakorlatra tesz szert, akkor ez az idő, ez redukálódik. Az ugye tudományos tény, hogy bármilyen érzelem, ami a külvilágra adott ingerből benned születik, az 4-20 másodperc alatt lezajlik. 20 másodperc. Ezek után, ha te azt fenntartod, akkor már az okos eszeddel fogod fenntartani magadnak, és akkor elindul ez a belső monológ, ahol egyre jobban húzod fel a buggócsigát, és aztán a végén már nem csak bugni fog, hanem rugni is. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyünk vele, hogy magunknak generáljuk ezt az egész élethelyzetet. Sajnos ez egy kialakult össztársadalmi szokás. De megtanulható. Megtanulható, légzéstechnika, megvárom, és utána felszáradt az agyam, ahogy mondani szoktuk, és nem képes vagyok végig gondolni. Akkor már látlak téged, akkor már hallak téged, akkor már tudok rád figyelni. Addig, amíg az érzelmi viharban vagyok, addig nem. A papsapkámat így fölveszem. Igen. Most, mert ez egy ilyen gyónási kérdés is nagyon sokszor, hogy jönnek hozzám, hogy haragudtam. És akkor ilyenkor azt szoktam mindig megkérdezni, hogy mit kezdtél, nem az a baj, hogy haragudtál, mit kezdtél a haragoddal. Mert az, hogy haragszol, hogy indulat, amit ugye az előbb itt mondtál, hogy följön egy indulat, mert éppen azt érzem, hogy sarokba szorított a másik, és akkor meg kell védeni magamat, akkor az egy természetes dolog, hogy valahogy megpróbálom megvédeni magam. Az a kérdés, hogy hogyan védem meg magamat. És onnantól már felelős vagyok azért, hogy mi hagyja el a számat, miket vágok oda a másikhoz, hogyan próbálom megvédeni magamat, akár fizikálisan, akár verbálisan, és itt azért ezekért már én vagyok a felelős. Még akkor is, hogyha azt mondom, hogy elkapott a hív, vagy az indulat, vagy, de akkor is van az a pont, amikortól már én felelős vagyok azért, és amit ott kimondok, bármilyen dühömben, indulatomban, azt már nem lehet visszaszívni. És igazából azt hiszem, hogy ezért érdemes erre odafigyelni, vagy ezt tanulni, hogy főleg azoknak, akik van mediterrán típusúak, mert hogy egy nordikus Hirtelen. Típus bezárkozik, az meg megint rossz, mert ott meg megint nem tudom, hogy tulajdonképpen mi van vele, mi a baja. És amikor megkérdezem, mi a bajod, akkor semmi. Ez lesz a következő témák. És ez az ugye, ami akkor a férfiak, jó pár férfi ilyenkor azt mondja, hogy a semmi, akkor semmi. De miért nem kérdezed meg, hogy mi a bajom? Hát azt mondtad, hogy semmi, nem? Hát akkor... Ilyenkor ugye azt várják, hogy de mi a baj, drágám? Hát tudom, nyilván de hát ilyenkor a babusgatás részét várják. De bocsánat, azt ne felejtsük el, ha már vitatkozunk. Igen. Ugye, példát adunk a kedves nézőknek.
hogy a férfiak 0-1-esben működnek. Igen. És ezt mindig könyörgök, hogy a nők ne felejtsék, hogy 0-1-esben működünk. Tehát ha valami van, akkor mondja meg, hogy ez van, ha nincs semmi, akkor nincs semmi. És akkor ne az legyen, mert ilyenkor szokott még előjön, hogy pedig utaltam rá, céloztam rá, nem igaz, hogy nem vetted észre? Nem vettem észre. Jeleket adtam. Én nem vettem észre. Nekem mondd meg, ha bajod van. És akkor innentől kezdve a férfi tudja, hogy baja van a nőnek, de az, hogy most nem igaz, hogy nem találtad ki, pedig már megint ezt és azt csináltam. Tehát, hogy, és azt hiszem, hogy ez megint egy kommunikációs kérdés, és nem attól függ, hogy most felnőtt, nem felnőtt, hanem hogy ez egy ilyen férfi-női kommunikáció. Én azt gondolom, hogy létezünk ki. Egyébként ez is egy nagy kérdés most az utóbbi időben számomra, hogy ugye, mitől férfi a férfi, és mitől nő a nő, de ez egy másik téma, amire nem tudok még kapásból választ adni, de hogy azt hiszem, hogy azért alapvetően vannak ilyen, például ilyen kommunikációs különbségeink is, és hogy ezt is érdemes megtanulni, vagy megismerni, hogy amit szintén ide az előző adásban is előjött, hogy egyértelmű tudok-e lenni a másik számára. Érti-e a másik, hogy tulajdonképpen nekem mi a bajom? Mert ha nem érdekel, hogy ő érti, hogy mi a bajom, akkor nem jutunk el egymáshoz. Akkor félre beszélünk. Igen. Eszembe jutott egy régi példa, sok évvel ezelőtt egy ismerős házaspárnál láttam a hűtőszekrény tetején egy fél pár kesztyűt, egy kicsit elhagyott bőrkesztyű a hűtő tetején. És kiderült, hogy nagyon fontos szerepe van. Ugyanis a kesztyű többnyire fölfelé mutatott, de ha valamelyik félnek valamelyik bánata volt a másikkal, akkor megfordította a kesztyűt, ezzel jelezve, hogy nekem most valami nem stimmel. Egyik barátomiknak érzelemadaraik voltak, és ez nagyon tetszett. Érzelem, én így neveztem, hogy érzelemadarak. Két ilyen kis kúp volt, a madárfej az csak egy gömb volt, meg egy ilyen kis hosszú csőrpálcik, és akkor ezzel tudtak játszani, hogy most egymás felé fordul, így fordul, úgy fordul, és ugyanúgy tudtak jelezni egymásnak, hogy... Jó, ez a dolog megoldás. Szerintem ez is intelligencia kérdése, össze. Hogy ez most hajlandó-e a másik észrevenni, hogy most véletlenül van-e ott tulajdonképpen, vagy egyszerűen már nem is akarok ránézni, nem is érdekel, hogy érdekel az, hogy ő most mit jelez, vagy mit nem jelez. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ha az alapstruktúrája rendben van egy kapcsolatnak, akkor képesek vagyunk egymásra odafigyelni. Tehát nem lehet olyan élethelyzet, hogy nem tudok odafigyelni a másikra. Még egyszer mondom, ha tudom, és tudom, hogy mennyi idő alatt az érzelmi vihar átvonult rajtam, akkor onnantól kezdve semmi okom nincs arra, hogy én túráztassam magamat, hogy én egy ilyen felhangolt állapotot megtartsak, mert nincs létjogosultsága ennek a dolognak. Tehát onnantól kezdve képes vagyok, ha egyébként rendben vagyok, önazonos vagyok, középen vagyok, önismeretem rendben van, egészséges önértékelésem van, önbizalmam van, és akkor bármi lehet. Tehát egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben, ha a másik fél is pont ugyanilyen állapotban van, akkor bármit meg tudunk beszélni, és végig tudunk kommunikálni. De nekem nagyon fontos, hogyha a másik fél nincs ilyen állapotban, akkor én tegyek meg mindent, hogy őt segítsem egy szintén nagyon jó általános állapotba kerülni. Tehát, hogy jól érezze magát a világba. Mert ha ő jól van, akkor sokkal több mindent el fog viselni tőlem és a világtól is. Ha ő nincs jól, akkor már a legkisebb terhelés is sok neki, és akkor bizony elszabadulhat a pokol. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az egészségünk védelmében tanuljunk meg okosan és jól kommunikálni, és tanuljunk meg okosan és jól gondolkodni mindenről, ami körülvesz bennünket. Tehát az embert ugye a gondolkodása teszi emberré, szokták mondani nagyon sok mindenkire, szóval az intelligens robotok vitatkoznának velünk, na mindegy. Szóval, hogy azért... Hogy ők győznének, mert intelligens robotok is. Igen. Tehát ez egy nagyon vicces dolog, de én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos alap, tézis kell, hogy legyen, hogy az én emberségem az odáig ki kell, hogy terjedjen, hogy én magamat tudom képviselni, benne téged is tudlak képviselni, mert a miségünk az csak akkor fog megnyilvánulni. És vegyem észre, hogy adott esetben te most elesett vagy, nem is tudod jól megfogalmazni, segítsek a vitában, most arra gondolsz, ezt értsem alatta, ezt szeretted volna mondani, vagy én jól el tudtam mondani? Biztos, hogy azt érted, amit mondani szerettem volna? Egyértelmű lett számodra? Tehát, hogy igen, adjunk esélyt arra, hogy oda-vissza csekkolás legyen, akkor egyrészt a félreértéseket elkerüljük, másrészt pedig biztonságban érezzük magunkat. És tiszta a kommunikáció, mert ez nagyon fontos, hogy tiszta legyen.
Igen. Többféle vitázó típust említettünk már, most beszéljünk egy kicsit az alkalmazkodóról, talán ez a jó megoldás, arra gondolok, hogy a békesség kedvéért. Tehát elfogadja mindig a másik, látszólag elfogadja, és látszólag ő is megnyugszik, mert túl vagyunk a vitán, és azt mondja, legyen úgy, ahogy ő akarja. Mi lehet ennek az eredménye egy idő után? Hát ugye ez az önalávető típus, ugye úgy jó nekem, ahogy neked jó, én ugyanazt akarom, amit te akarsz, tehát önalávetés, ugye ebből a típusból, mert egy darabig viszi ezt a fajta attitűdöt, de egy idő után valószínűleg, hogy besokal. Tehát egy idő után mindenkinek sok lesz az, hogy mindig úgymond én megyek alád, és mindig az van, amit te akarsz, vagy minden úgy van, ahogy te akarod. Van egyébként, aki eleve ilyen típus, és működik neki, de aki felveszi valamiért ezt az állarcot, vagy ezt a szerepet, egy idő után vagy áldozat szerepbe kerül, vagy mártír szerepbe kerül, mert hogy mindig aláveti magát, és mindig azt csinálja, és úgy gondolja, úgy akarja, úgy érzi, hogy a másik, de ilyen nincs, mert mindenki individuál, mindenki egy önálló emberi lény. Tehát nyilvánvaló, hogy neked is más lehet a véleményed egy dologról, mint nekem, vagy neked. Tehát, hogy ezzel nincsen probléma. Nézzük meg ezt az embert a másik ember szeméből is. Hát nekem borzasztó lenne egy ilyen partner, akinek mindig ugyanaz a jó, ami nem azért, mert vitatkozni akarok, vagy úgymond ki akarom sütni magunkat, vagy biztosítékot robbantani, tehát nem ezért, hanem egyszerűen nem megfelelő partnert, mert nem tudok vele, egyrészt nincs külső kontrollom tőle. Így van. És ez egy nagyon fontos, hogy nincs külső kontrollom, tehát nincs visszajelzésem. Nekem például nagyon fontos a visszajelzés. És az is fontos, hogy én is adjak, vagy summázzak bizonyos helyzetekben, és ez az egyik legfontosabb, a külső kontroll. A másik, hogy nem tudom a saját szintemen áramoltatni azokat a gondolatokat, és gondolatfüzéreket cserélni, végigvinni, akár filozófiát, akár cselekvéseket, bármit, nem tudom vele, mert ő mindig azt mondja, hogy hát ahogy te akarod. Tehát sosincs visszajelzés. De ha nem úgy van, ahogy te akarod. Igen. De ha meg nem úgy van, ahogy te akarod. Szóval, hogy ez nekem egy, azzal ez sincs bajom, akkor üljünk le, de nyilván most mi másképp kezeljük ezt, mert nyilván aki szakember eleve másképp kezeli, de egy civilnek ez nem könnyű. Tehát ez vicces is lehet így a mi szemszögünkből sokszor, de aki most jól értve civil, ugye nincsenek eszközei, lehet, hogy erőforrásai sincsenek, és mondjuk így látta az anyukájától, apukájától, anyukája, apukája úgy ütköztek, ő viszi a következő kapcsolatba, de a következő kapcsolatban mondjuk ha nő, akkor az a férfi nem az apukája, tehát az már egy vadidegen más családból, más vitakultúrát, vagy más beszédaktust hozott, vagy más stílust hozott. Tehát, hogy nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy mint minden helyzetben itt is a szélsőségek, ha nem jók. Igen. Tehát, hogy ha kisebb, ugye az egyik oldalon ott van az, hogy önérvényesítés, és ugye azt legyen, amit én fontosnak tartok, ugye az alkalmazkodás meg az, hogy amit te fontosnak tartasz. És hogy valahol ebben a kettő közötti játékban egyensúlyozunk mindegyikünk, azt gondolom, és itt van a nagy kérdés, hogy éppen aktuálisan, megint ez a felnőttség kérdése, hogy éppen aktuálisan most mit tartok helyesebbnek, mindenállal az legyen, amit én akarok, vagy kész vagyok engedni abból, amit én akarok a te javadra, és hogy a kettő között hol van a helyes egyensúly, mert hogy egyik oldalról szükség van az alkalmazkodó típusra is, vagy az alkalmazkodó képességünkre is. Persze, ami nekem nagyon izgalmas, hogy felvetetted az előbb ezt a nő-férfi különbséget, ugye? A férfiaknak napi 4000 szó, a nőknek 15-20 ezer szó. Tehát, hogy most te 0-1-esbe tudjad azt elviselni, hogy nekem szájmenésem van, és pláne, hogyha vehemesebb vagyok, akkor még több, pedig így is tudok beszélni. Tehát, hogy az én párom is megtanulja azt, hogy hol van az, amikor én kizsilipeltem, kiszelepeltem magamból a frusztrációt. És igenis legyen nekem fórum, szükségem van rá, hogy kimondjam. Ugye lelkivezetőként pontosan tudjuk, hogy ha kimondtam, akkor már nem bennem feszül, hanem kijött. De ugye az egy nagyon nagy felelősség, hogy ezt milyen módon interpretálom, hogy a másikra ezzel milyen súlyt rakok, milyen terhet rakok, mi lesz ennek a következménye. Tehát nagyon-nagyon sokfajta felelősségünk van, ahogy az elhangzott, hogy a kimondott szónak nem visszaszívható. Tehát az elhangzott, azt nem megtörténtét tenni nem lehet.
Tehát ez egy óriási felelősség. Pont ezért is kell megtanulnunk magunkat. Pont ezért is kell nekünk elemezni a helyzeteket, a szituációkat. És ha legközelebb te neked nem tetszik, hogy így volt és miért nem így volt, akkor légy szíves, ezt úgy közöld velem, vagy légy szíves. Érted? Tehát, hogy valamilyen módon egy olyan intim belső kommunikációs rendszer tudjunk kialakítani, mert egy idő után eljutunk odáig, hogy félszavakból is értjük egymást, aztán utána meg még tőmondatokból is nehezen fogjuk megérteni, utána meg már akár áradatból sem értjük egymást. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a belső intim kommunikációnk, ebben benne van a testbeszéd, a gesztusok, a mimika és az egész rendszer, amit használunk. Hát számtalan olyan van, hogy úgy kell leolvasni egy gyerekről például, hogy ő nem fogja tudni elmondani neked, hogy ő benne mi feszül, de látni kell rajta. Tehát nem igaz, hogy látod kijönni az iskolából azt a gyereket, és nem tudod leolvasni az alatt, a 15 lépés alatt, hogy mi történt vele ma. Lehet, hogy effektív, pontosan a történetet nem tudod, de hogy ő hogy érzi magát, az egyértelműen rosszul rajta jól, van. Közepesen. Az egyértelműen, ugyanez, hazajön a férjed, hazajön a feleséged, talán a kollégád, bejön, berobban, nem, tehát lehet látni a másikon. Ha figyel rá, bocsánat, de ha figyel. Így van, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugye elhangzott már, hogyha ő rossz állapotban van, akkor én most nem akarjam őt tovább feszíteni. Akkor tudjak már neki megértéssel közelíteni felé, adni egy kis mozgásteret, hogy lehiggadjon, megnyugodjon. Tehát ez egy óriási attitűd kell, hogy legyen egy családban, mert hogyha ez nincs, akkor nincs meg az alapvető tisztelet. És hogyha nincs alapvető tisztelet, akkor ott aztán már elég nehéz a helyzet. Ott már nem fogsz vitatkozni, ott már csak veszekedés van. Az egyértelmű. Lehet-e hatással a vita kimenetelére bármilyen eszköz, egy környezet, vagy az, hogy a konyhába állva, a pultnak támaszkodva vitázunk, vagy valahol leülünk, és mondjuk egy teát kiöntünk, vagy egy kávét kiöntünk, miközben a vitát folytatjuk. Van-e ennek jelentősége? Hát mindenféleképpen a nyugodtságot, sugalló környezet azért az nyugodtságot fogadni és hatni. Ha erre előre fel tudtunk készülni, mert ugye időben fel tudsz rá készülni, akkor igen. Ha nem, mert ez egy hirtelen kirabbant vita, akkor ott a felek kultúráján múlik, hogy ez megmarad a vita szintjén, vagy átcsap veszekedésbe. És akkor teljesen mindegy, hogy ez a hálószobában van, a fürdőszoba, vagy tobban van. Mert vitatkozni nem csak az érzelmekről lehet, hanem az, hogy elmenjünk, vagy nem menjünk, és az bemenjünk, vagy nem menjünk be. Igen, ez is egy vita szituáció, igen, igen. Igazából azt hiszem, hogy ennek nincs, nem tudom, meg lehet-e határozni a helyét, inkább csak magukon a szereplőkön múlik, hogy ezt a helyzetet hogyan tudják ott megoldani, és akár tényleg a konyhába állva is lehet. Tehát, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy akkor most üljünk le és beszélgessünk. Tehát, hogy ez egy ilyen... Hát arról nekem... igen, hogy mondjuk ilyen autót vegyünk, olyan házat, oda menjünk nyaralni, ezt igen, meg lehet, de egy ilyen hirtelen helyzetben, igen, nehéz. Egy nagyon érzékeny pontot hozok fel, pedig lassan majd megint el kell köszönnünk a nézőktől, de szerintem ez egy olyan sarkalatos pont, amin rengeteg vita alakulhat ki, és ez pedig a nagyszülőkkel való kapcsolat, tehát az én anyukám, meg a te anyukád, meg a most velük hogy álljunk, meg hogy most hozzájuk megyünk, vagy nem hozzájuk, odaadjuk a gyereket, nem adjuk oda a gyereket, rettenetes, itt komoly, itt nem arról van szó, hogy kinyitja ki az ajtót, vagy ki nem, hanem itt nagyon komoly dologról van szó, amiben szerintem a veszekedés csak áthat. Mint mindenben. Ez tényleg egy óriási merítés, és egy hatalmas nagy téma, és erre tényleg kellene, hogy majd időt szánjunk, mert nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Ugye két családból jön a két fél, akik házasságot kötnek, és jó esetben születnek utána a gyerekek. Na most, hogyha nekik van idejük valamilyen módon összecsiszolódni, ez idő alatt ki tudnak alakítani egyfajta attitűdöt a nagyszülők, leendő nagyszülők felé. Ha erre nincs idő, akkor majd hozza az élet, és aztán ahogy hozza az élet, úgy alakul a történet. Tehát, hogyha tudatosan fel tudunk készülni, ha ez tervezett, ha akkor van idő megbeszélni, akkor van idő ezt az egészet átgondolni, végiggondolni, lehet a helyzeteket elemezni, és ebből következtetéseket levonni. Ha ez nincs, hát akkor mindenki kapkod és szalad a maga igaza után. És de az nagyon fontos, hogy az a felnőttség és az a tudatosság legyen bennem, hogy az, hogy én téged szeretlek, lehet, hogy az anyádat nem szeretem, meg lehet, hogy az apád sem nagyon szimpatikus nekem, de az egészen biztos, hogy te tőlük, belőlük Aztán. Vagy, általuk lettél az, aki. Tehát, hogy én csak tisztelettel és szeretettel tartozom ő feléjük. Nem kell nekem azt elviselni, amit nem kell elviselni,
de meg kell határozni azokat a megyéket. Ugye szokták mondani, papucsban ne jöjjön át, mert az már túl sok. Igen. Szóval, hogy igen, hogy nagyszülőként is, és fiatalházasként is tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk egymásnak odaadni az elismerésünket. És a másik, ami szerintem itt megint egy nagy kérdés, ami nagyon sokszor szintén felvetődött a beszélgetéseink között, hogy az a pár mennyire tudott felnőni, vagyis hogy leválni mondjuk a saját szüleiről. Tehát, hogy még ő az anyuka kisfia, vagy az apuka kislánya, és odahúz a szíve, mert hogy nagyon sok házasságban ezt azért láttam konfliktus tártként, hogy akkor kinél ebédeljünk vasárnap, meg hova menjünk nyaralni, majd az anyukám, majd az apukám megmondja, és akkor így van, úgy van. Vagy pedig, amit szintén sokszor emlegettetek, hogy van-e mi tudatunk, hogy mi azt így gondoljuk. Mi ezt így beszéljük meg, és itt jön ugye az a nehéz, hogy ezt adott esetben a szüleinkkel szemben is hajlandóak vagyunk képviselni, vagy nem. Tehát, hogy itt megint egy ilyen mit a kérdés, hogy mi vagyunk-e, vagy pedig apukáink, anyukáink gyerekei maradunk, és oda nézünk kifelé a mondjuk a házasságból kapcsolatban. Még bocsánat, eszembe jutott egy példa, pont múlt hétvégén tartottam önismereti és önbizalom növelő tréninget, és volt egy családrajz feladat, felnőtteknek tartottam, és az egyik hölgy úgy rajzolta le a családját, hogy a férjét nem rajzolta fel, tehát volt ő, az anyukája, az apukája és a testvére, és a férj lemaradt. Tehát hol van a mi tudat, hol van a te plusz én egyenlő mi, és hol van az, hogy leváltam a szüleimről? Ismét meg kell állnunk, ez a téma még mindig olyan, amit folytatnunk kell, hiszen nem beszéltünk arról, hogy a gyerek jelen van egy vitán, vagy a gyerekkel vitázunk, illetve azért visszajönnek majd még a nagyszülők is. Nagyon szépen köszönöm ma is Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tornyai Gábornak, hogy velünk voltak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is. Családőrzők című műsorunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!